A környezettudatos gondolkodás erősítését tűzte ki célul 10 évvel ezelőtt a Shoot for Earth, vagyis a Forgass a Földért című magyar kezdeményezésű filmkészítő világjáték. Az idén, április 15-én induló versenyt a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi Pedagógus Képző és Vidékfejlesztési Kara, valamint a Forgass a Földért alapítvány szervezi. A kar, mondhatom, egyik legfontosabb projektjévé vált a Forgass a Földért program. Elsősorban amiatt, mert két nagyon fontos küldetésünket jeleníti meg. Az egyik küldetésünk a környezettudatos gondolkodást, a nevelés. E tekintetben már nagyon sok programot indítottunk el, és ezekbe a programokba jól kapcsolhatók a Forgass a Földért különböző projektelemei. A másik küldetésünk a tehetséggondozás. Keressük azokat a tehetségeket, akik ebben a mai kultúrában, mai világban meg tudják jeleníteni önmagukat az új technológiák segítségével, filmekkel, forgatókönyvekkel, dalokkal és így tovább. Most ez esetben ezeket kombinálnia kell a versenyzőknek, és meg kell mutatniuk, hogy rövid alkotások keretében hogy tudnak komoly, fontos dolgokról megnyilatkozni, mint amilyen például a környezetvédelem. Ez a két nagyon fontos küldetése a karnak, ami megjelenik a mi együttműködésünkben, most már sok-sok éves együttműködésünkben, és örülök annak, hogy a jubileumi Forgass a Földértnek is a kar adhat otthont, segíthetünk ennek a programnak a megvalósításában, és közreműködhetünk minél több fiatal, tehetséges alkotó toborzásában. A Szekszárdi Karról egyébként több hallgató is bekapcsolódik a programba, azonban nem csak alkotóként vagy versenyzőként, hanem rendezőként is. Látják, értik ennek a programnak a jelentőségét, és jó hírét vitték már eddig is. Aminek még jobban örülök, hogy a kar Holdudvarában működő tehetségműhelyeink középiskolásai is érdeklődnek a program iránt. Tehát egyre több középiskolai hallgató jelenik meg Tolnából, de most már más megyékből, más térségekből is, aki egyfelől alkotni akar, másfelől bekapcsolódni a rendezésbe. Ez a Forgass a Földért program tehát nyugodtan mondhatom betölti rendeltetését, tehetségeket toborolt minden irányból, fölhívja egy nagyon fontos ügyre a figyelmet, és ami nagyon lényeges, az én nézőpontomból mindenképpen fölhívja erre a karra is a figyelmet, azokra a törekvéseinkre, amelyek gyönyörűen öltenek testet ebben a most már jubileumi programsorozatban. A környezetvédelem egy rendkívül komoly és fontos téma. Szécsi Gábor elmondása szerint az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a fiatalokat megragadja és érdekli a probléma. Hogy ők képesek minden helyi problémát, elsősorban most minket a környezetvédelem érdekel, környezetvédelmi problémát egy sajátos globális nézőpontból értelmezni. És fordítva, a globális kérdéseket rá tudják vetíteni helyi világukra. Ez a furcsa globális-lokális kettősség a gondolkodásmódjukat, látásmódjukat, kommunikatív tevékenységet egyaránt befolyásolja, és hát ilyen értelemben kitűnő alapot jelent arra, hogy például a környezetvédelemmel kapcsolatos véleményüket, álláspontjukat valamilyen helyi probléma köré csoportosítsák. A másik nagyon különleges vonása ennek a nemzedéknek, amit ez a Forgass a Földért program kiaknált, hogy az őket érdeklő kérdések, problémák mentén a digitális térben, médiatérben nagyon gyorsan aktivizálhatók. Hihetetlen gyorsan rá tudnak tapadni egy-egy kérdésre, jó hírét tudják vinni a problémának, másokat is tudnak mobilizálni, aktivizálni, és hát akár rövid idő alatt helyi problémák mentén globális együttműködéseket kialakítani, vagy éppen fordítva, globális kérdések mentén helyi csoportokat formálni. A játékra egyébként bárki bárhonnan jelentkezhet, korosztályi megkötés és nevezési díj nincs. A beküldött pályamű lehet élőszereplős rövidfilm, videóklip vagy animáció. Emellett a forgatásnál bármilyen mozgókép rögzítő eszközt lehet használni. Maga a játék szabály az nem változott, az a kezdetek óta egy perces filmeket kell csinálni 24 óra alatt, és ugye, hogy ne forgassanak előre a játékban résztvevők, ezért találtuk ki, hogy vannak bizonyos témaelemek, amik közül be kell építeni, és valahogy logikailag kell beépíteni, és aki filmet csinál, az tudja, hogy az nem mindig egyszerű, hogy bizonyos elemet beépíteni a filmbe, ami
ehhez ki kell találni a filmet magát, hogy ez hogy készüljön. Az idei évben tulajdonképpen, ami már az elmúlt évben, tehát tavaly kezdődött október 5-én jelentettük be a New Yorkban, a New York Egyetemen volt a felvezető programja, ahol azt is bejelentettük, hogy az idei játék, ennek az áprilisi játéknak a fővédnöke, Kőrösi Csaba, az ENSZ közgyűlés elnöke, ami számunkra nagy öröm, hiszen egy olyan diplomata, aki a világgal áll kapcsolatban, ő az, aki vállalta ennek a fővédnökségét. A játék mindenhol délelőtt 10 órakor kezdődik, a saját időzónájuk szerint a világon bárhol, szombaton délelőtt, április 15-én, és addig, tulajdonképpen addig várunk mindenkit, aki szeretne részt venni a játékban, hát természetesen Magyarországon a mi időszámításunk szerint, és vasárnap délelőtt 10-ig kell feltölteni a kész filmet az internetre, a játék szabályai szerint, és hát nagyon sok dolgunk van utána, hiszen a filmeket ki kell küldeni a zsűrinek, lesz egy ilyen online élő zsűrizés a nemzetközi zsűri tagjai között, és aztán kedden délelőtt 11-kor eredményhirdetés. A kisfilmekben fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a mindennapokban odafigyeléssel, takarékossággal, tudatossággal mit tehetünk környezetünk megóvásáért. A magának a játéknak a célja ugye a környezettudatos gondolkodás segítése, vagy azt nem mondom, hogy divatossá tétele, de valahol annak kéne lenni, vagy annak kellene lennie, hiszen ha mindannyian, és ugye minden egyes ember környezettudatosan gondolkodik, akármiben, vásárlástól kezdve az életvitelében, akkor azért az egy elég sokat jelent, és nyilvánvalóan, akik bizonyos dolgokat előállítanak, számukat is, az ő számukra is befolyásoló tényező lehet az, hogyha az emberek bizonyos dolgokat odafigyelnek és környezettudatosan élnek. Hát ez a cél. És ugye megszólítani a fiatalabb generációt is, akik a filmkészítésben, ami soha nem volt ilyen népszerű, mint ahogy az elmúlt években azzá vált, mindig elmondjuk, hogy körülbelül 4 órát töltögetünk filmek pöckölgetésével, nézegetésével, és nyilvánvalóan, ha van egy jó ötlettel megvalósított film, az mindenkit megfog. Lehet, hogy követendő példa lesz. Indulókat a világ minden pontjáról várnak. Kiemelten figyelik majd a határainkon túl a diaszpórában élő magyar versenyzőket, őket külön is díjazzák majd. Az ő filmük is részt vesz a nemzetközi megmérettetésben, de egy külön díjazásban részesülnek, akik diaszpórából küldenek be filmeket. Minden évben megszólítjuk őket, az elmúlt évtől kezdődően, mert igény mutatkozott, tehát nagyon sokan küldtek, nagyon sok a világban valahol élő magyar származású ember küldött filmeket, és ezért gondoltuk úgy, hogy akkor odafigyelünk külön erre. És hát természetesen van magyar díjazás, külön díjazás rendszere, és a legjobb magyarok kerülnek be ugyancsak a nemzetközibe. A zsűri hát majd, hogy nem megszokott, ugye David Lawrence földes, aki a Los Angelesből lesz a zsűri tagja, aki tulajdonképpen ő a zsűri elnöke, aki 20 éven keresztül, több mint 20 éven keresztül volt a Diák Oscar-díj kiosztó bizottságnak a tagja, és nagyon jól ismeri a fiatalok filmezési szokásait. Carl Bardos, ő a New York Egyetemnek a professzora, és aki a kezdetektől velünk van, tehát tulajdonképpen alapítója a játéknak. Helyiek is vannak benne, Tónamegyéből is, illetve Szekszárdról, az egyetemről, és persze sok filmes és újságíró van a háttérben, aki tevékenykedik. Bízva abban, hogy nagyon sok film érkezik be, és nagyon sok embernek kell besegíteni ahhoz, hogy egy tökéletes, tiszta eredmény szülessen.